A műsorvezetőt öltöztette a Silka Fashion. Nálunk az elegancia evidencia. www.silkafashion.com. Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. A Párosan Szépnek ma három kedves vendége van. Endrei Juditot nem kell bemutatni. Ő azért van itt, mert ő nagyon sokat volt régen a Szovjetunióban, ugye tanultál itt, és most pedig nagyon-nagyon szereti Oroszországot és a volt szovjetunióbeli országokat, Azerbajdzsánt, Grúziát, mondjál még ilyen országokat. Üzbegisztán, Kazasztán, Örményország. Oleg Jermilov, itt élsz most már hány éve? 26 éve. 26 éve, és remekül beszélsz magyarul, és igazából a sportban okozott ez egy nagy problémát, amikor a Szovjetunióból sok állam lett, ugye, mert egy csomó sportban az első 10 helyen ilyen volt Szovjetunióbeli államok vannak. Gondolom, hogy ezt te is figyelemmel kísérted, ugye, hogy volt úgy, hogy az első 5 helyen egy csomó ilyen sporton, a box, a birkózás, stb., ahol nagyon jók ezek. Ezekben igen, erős voltak, hogy a szovjet iskola, de a tagállamok hogy hívják, ugyanúgy örököltek ezt a... Beszélgettünk telefonon, és akkor te mondtad, hogy spaszi vagy, meg azt mondtam, hogy szágyítjesz. Ezt tudod, hogy miért van? Laci, te elmondod, hogy miért van ez a szágyítjesz? Persze, mert oroszorra mindig ezzel kezdődött, hogy jelentettünk, és akkor utána, akkor jobban, akkor leülhettek gyermekeim, akkor... Ez egyébként nagyon aranyos, hogy bárkivel, ugye én azért ugye elmondom sokszor, hogy oroszul mind a mai napig tanulok, tévét nézek, gyakorlom a nyelvet, és ha valakivel így beszélgetünk, semmi másra nem emlékszik, hanem elkezdi mondani, hogy tavárisú csítjenica, jadakladuvájúvám, szasztáv klasszad, tricajtri, nyiktonyátszúztújét. Iszágyítjesz. Nem, hanem azt mondja a tanárnő, hogy spasziva, és erre, tehát ő maga mondja, hogy spasziva, szágyítjesz, és ezt annyiszor hallottuk, hogy amikor azt mondja valaki, hogy spasziva, akkor nem azt mondjuk, hogy pazsalüszta, látod, hogy tudom, azért figyeltek engem, jó, mindegy, hanem azt mondják, hogy szágyítjesz. Márk Lászlót nem mutattam be, aki viszont szintén nagy utazó, ugye, és hát te hányszor voltál már így ezekben az országokban? Hát gyermekkoromban az akkori Szovjetunióban minden évben legalább egy hónapot voltam. Miért jó úttörő voltál, vagy miért? Nem, hanem családi kapcsolatok révén, ugye ma már az Ukrajna, tehát a kárpát-ukrajnai területen. Minden évben legalább egy hónapot egészen 6 éves koromtól 14 éves koromig. Hát akkor elvileg és nagyon jól kéne neked oroszul tudni, de azt mondtam... Csak magyarul beszéltek, ők nem volt, aki nem is beszélt olyan jól oroszul, úgyhogy én teljesen magyar lakta területeket jártam. Látod, ez az, amikor rosszul informált vagyok, és ez elég gyakran előfordul különben, de ezt ne áruljátok el senkinek. És hát azóta persze Szentpétervár, Moszkva, tehát ezek a nagyvárosok megvoltak nekem is, igen. Jutka, te kollégista voltál, ugye? Te fél évet, vagy mennyit töltöttél ilyen ösztöndíjasként? Magyar-orosz szakos tanárnak készültem, illetve hát nem akartam soha tanár lenni. Azt hiszem, hogy le is diplomáztál, vagy hogy mondják ezt? Mi az, hogy azt hiszed, persze, hát még egyetemet is elvégeztem orosz szakon. És a főiskolán ez egy óriási dolog volt, hogy első évben 6 hétre kivittek minket, akkor még Leningrádba. Tehát az egy óriási élmény volt, pláne aki ugye, ha fiatal nézi most a tévét, csodálkozik, miért örültünk mi annyira, mert akkor nem nagyon utazhattunk. És aztán ugyancsak a főiskolán, 3. évfolyamon fél évre Vlagyimirban voltam, és persze kollégium alattunk. És akkor mennyi időt voltál Vlagyimirban? Hát egy szemeszter, tehát elutaztunk valahogy tehát egy fél évet végén. Durván. Így van. És akkor a diákok mennyire másak, mennyivel atomizáltabb, vagy mennyivel társaságibb? Mert én tudom, hogy te ilyen szerelmetesen beszélsz állandóan az orosz, meg ezekről az emberek, azeri, meg örmény, meg mindenféle ilyen emberekről. Most egyébként ez zárójelben csak azért ezt a kedves nézőknek is mondom, hogy azért is vagyunk itt, mert annyira nyugat felé tekintünk már, bár a Bacsányi tulajdonképpen ezt a, ugye Bacsányi írta ezt, hogy vigyázó szemetek Párizsra vessétek, hogy most egy kicsit azért kelet felé is azért vetjük a pillantásukat. A csapatot azt te hogy láttad? Hogy működtek hát figyelj, együtt? Én mindig bárhova utazom a világba, bárhova, én mindig teljes nyitott szívvel utazom. Elfogadással, alkalmazkodással, kíváncsisággal. Na most, amikor Leningrádba utaztam, ott is kollégiumban, tehát fiataloknak különösen könnyű barátkozni. Aha. Hát ez csak úgy az urak társaságában megjegyzem, hogy nekem életem első és nagy plátói szerelme oda köt
Leningrád. Hogy hívják a keresztneve? Micsoda? Válja. Aki azóta San Franciscóban él. San Franciscóban van, de meg is látogattad, hogyha jól tudom, San Franciscóban Válját. Na most képzeljétek el, hogyha a Jutkával él valaki, tudod ez, amikor a Mézga családban, te tudod, miről beszélek, hogy Istenem, én nem a Hufnagel Pistihez mentem, és amikor ezt hallgatod éveken keresztül, mondjuk úgy hallottam egy ismerősömtől, hogy ezt hallgatod, hogy bezzek, ha a Váljához mehettem volna, az milyen lett volna. Jó, hát nem volt. Vlagyimirban szintén teljesen beolvadtunk, vagy összeolvadtunk ott az orosz fiatalokkal, már csak azért is, mert egy szobában nagyon szerény körülmények között négyen laktunk, két oroszlány, két magyar lány. Én Lengyelországban voltam ugyanígy ilyen ösztöndíjon, Krakkóban a Jagello Egyetemen, és ott tényleg olyan rögtön olyan sokkal olyan, nem is tudom, családiasabb volt, mert itt is azért baráti volt, mit tudom, ilyen 30-40 fős csapat, az ugye elég jó barátságban, haverságban volt egymással, de ott valahogy sokkal melegebb, családiasabb volt ez az egész. Ez Oroszországban, illetve a Szovjetunióban így volt akkor? Hát nézd, most ülök itt egy orosz ember társaságában, ülök itt egy magyar ember, aki volt a Szovjetunióban, mert csomószor is nem tanult meg oroszul. Tehát a szláv lélek az abszolút az érzelemdús, az odaadás, a kedvesség, tehát onnan elindul, hogy ezek az orosz lányok, amikor hazamentek a kis falujukba, és felpakolva jöttek, hogy mi Éva barátnőmmel házi lekvárt együnk meg. Mit tudom én, kalácsot hoztak. Tehát... A szláv a lengyel is szlávnak számít, ugye? Hát persze. Mert csak azért kérdezem, mert én anyai ágon egy ilyen lengyel lovagi családból származom, ezt tudom, hogy nem látszik rajtam, de az, hogy hát még érződik rajtam, és a szláv lélek egyébként. Nem is tudom. Engem azért az érdekelne, mert valahol Oleg ugyanezt élte meg, csak hogy amikor te ide jöttél Magyarországra. Mert te itt végezted az egyetemet, hát ugye? Hát 89-ben jöttem, még Szovjetunióból jöttem. Na most akkor előbb már egy nagyon fontos kérdés. Ugye a Jutka azt mondja, hogy nekik az orosz pasik nagyon bejöttek, hogy neked a magyar lányok bejöttek? De nagyon csinosok a magyar lányok. De azért orosz feleséged van. Ukrán feleséged van. Bocsánat, igen, jó. Én sajnos mi 89-ben jöttünk ide. Igen. Magyarországon már egy kicsit más élet volt. És akkor mi Szovjetunióból is nehéz volt nekünk megismerkedni a magyar lányokkal, hogy pénzileg, és nem tudtunk sokat magunkat. Miről a lányok ilyen pénzcentrikusak? Nem, de akkor is, hogyha olyan ruhákban jöttünk, olyan egy kicsit... Mi, tényleg egy zárt országból. Egy zárt országból jöttünk, már úgy mondhatom, egy európai országban. Szóval, és ez érezhető volt a viselkedésben, az öltözésben. Ezért kezdetén nehéz volt ismerkedni a magyar lányokkal, később ez bejött. 89-ben jöttél ide? Igen. Társokkal, hogyha az egyetemi semmi gondunk nem volt soha. Szóval, mi nem is éreztünk ezt, és nekünk is mondták, hogy most mit tudom, olyankor ne menjetek az utcára. Mi nem is értettünk, hogy miért. Aha. Mert ott a Gödöllön ez az egyetemi város, az nagyon nyugodt, nagyon barátságos, és semmi olyan nem éreztem. De Gödöllőről úgy tudjuk, hogy ez egy agrár egyetem, igen, közben te pedig azt hiszem, hogy közgazdász lettél, ugye? Igen, agrármérnök. Agrármérnök, de közgazdász is. Csak érdekességként szerintem hasonló érzések lehettek benned, vagy a társaidban, mint mikor mi elkezdtünk nyugatra járni. Uh-huh. Tehát bennünk is, egyrészt a nyugatiak mindig rám csodálkoztak, hogy művelt vagyok, hogy kultúrlény vagyok, tehát még ma is sokszor viccesen mondom, hogy még mindig azt hiszik, hogy mi a fán lógunk itt Kelet-Európában, de hogy bennünk, de ne általánosítsak, szóval azért bennem kezdetben volt némi kisebbségi érzés, hogy... Nyugat felé, hát vagy Oroszország? Hát nem. Oroszországban meg úgy mentünk, hogy na minden nyugatról, Magyarországról oda megyünk hozzátok, és persze nekünk már van jeans, farmer, nálunk már van jó ing, nálunk már van... Tehát ez egy ilyen furcsa kettősség volt. Ti hallottatok még erről, hogy nagyon jó üzleteket lehetett csinálni, hogy elvitt az ember két farmert Moszkvába, és hozott két tévét, meg ilyeneket. Mi is ezt csináltunk. Is ezt csináltunk. Ja, hát akkor én magyar álltunk. Ebből éltem. Azt mondja önnek, hogy minket akarsz üzletet tanítani. Mostanra milyenné vált egyébként Oroszország, meg a többi Azerbajdzsán, Grúzia, Örményország? Most azt se tudom hirtelen, hogy melyik országban, mert voltatok most valamelyik országban. Hát én most Örmény, vagy Grúziában jöttem régen haza. És két éve legutoljára Moszkvában. Itt vannak ilyen kis figurák, ez grúz figura? Ez?
Ez mond, hogy kaukázusi. Kaukázusi. Ez lehet grúz, lehet azerbajdzsáni. De rendesek vagytok különben, hogy nem azt mondjátok, hogy hülye vagyok, hanem hogy oké. Okay. Szóval lehet az, jó, oké. Okay. A teve az honnan van? Üzbegisztánból. Én ezt szeretem a legjobban, mert ezt ilyen viszonylag fiatalon hozzájutottam, és értettem a játék lényegét, hogy így ki kell venni. Ennek van valami, mert a múltkor hallottam, nem is tudom már milyen ilyen művészettel vagy játékkal kapcsolatban, szóval olyan filozófiát mondott egy pasas, és akkor úgy, szóval nekem már az egészen magas volt. Tehát arról, hogy nem tudom, bemegy valaki, leül és kijön arról, ilyen két órát tudna magyarázni, hogy ez miért van művészetileg. Na most ezt te el tudod mondani, ez Matyoska, ugye? Ez Matyoska bába, tehát, igen. Hogy ez miért van művészetileg? Utána majd a Jutkát kérdezem, hogy miért hívják. Én sajnos nem hallottam ezt a sztorit, hogy mi. Én is most hallottam először ezt, hogy valamilyen filozófiát, nem tudom, Laci, te hallottam. Nem, pedig hát tehát, hogy gyerekkorom óta hurcoltam őket haza. A gyerekek szeretik játszani, most is egy éves kislányom imádja olyan játékot, és állandóan összeszedje, visszateszi. És igen, hát ennek ismerem a szabályait, szóval is olyan általában meg tudom oldani, össze tudom rakni, meg szét tudom szedni, igen, van sikerélményem, csak hogy mondjam, szóval vártam, hogy valamit legalább Jutka mondja, és miért Matyoska? Az miért Matyoska? Az egy név a Matyoska? Mert azt se tudjuk. Legalábbis hát most vizsgáztatjuk minket Stranovigyényéből. Az mi az országismeret, igen. Ezt annó tanultunk. Igen. Szóval akkor mi? A Matyoska az mi? Az egy név egyébként? Matrionának valószínűleg igen. A becézet alakja. Tehát akkor ő elnyert egy ilyen... De hát ezek nagyon míves példányok, amik itt előtted vannak. Ez mind kézműves. Tehát igen, ez ezt én rögtön láttam, hogy ezek nem csak olyan... Ezt a népművész készíti ezeket. Akkor nem fogom tegezni őket. Jó, oké. Na akkor folytassuk, várjatok, akkor ez lehet kozák is, meg lehet... Nem kozák. Kaukázusi. Ez egy kicsit földrajzi. Láttad, hogy hogy nézel, mint a hülyére, érted? Hogy nem kozák, érted? Nem kozák. Én csak szeretem a pontos tájékoztatást. Na akkor jó, akkor tehát kaukázusi, jó? Igen. Tehát több. De lehet, inkább azerbajdzsáni, ha most megnézzük a ruhaviseletre, inkább azerbajdzsáni. Most nagyon jól szerepeltek, most volt ez a Eurovíziós dalfesztivál, ott volt egy szép azerbajdzsáni lány. Nagyon. És ott egyébként Azerbajdzsánban a lányokat ugyanúgy lehet mondjuk elhívni egy diszkóba vagy moziba, vagy ott azért más a helyzet, Laci? Bakuban pezsgő éjszakai élet van, elképesztő egyébként a hely. És többek között pontosan az Eurovíziós Dalfesztiválnak, mikor ugye megnyerték és ők rendezték, azóta valami elképesztő csodák épülnek ott és történnek. Igen, papíron ugye muszlim ország, ezt ne felejtsük el, igen. De csak nagyon papíron. Tehát annak egy nagyon liberális ágát képviselik a muszlim vallásnak. Isznak alkoholt, mindenhol lehet alkoholt kapni. Én azt gondolom, hogy főleg a... Ruhában nem használják a csadort, nem ilyesmi? Ugyanúgy öltöznek a fiatalok, mint itt Pesten. Tehát most akkor miről... Bocsássat meg, ezt keverni fogom. Tehát most akkor miről beszéltünk? Azerbajdzsán. Csak mert akarom a többit is kérdezni. Egyébként ne jöjj zavarba. Azért vannak a legtöbben nehéz helyzetben, mert anno a Szovjetunió által úgy egy mázzal le volt öntve minden ország. Igen, viszont ezek a városok, ezeket így ezek ismerte az országok, az ember. Ezek hát tudtuk, igen. Hogy persze, de most érdemes szerintem újra abban a régióba elindulni, mert most igazán meg lehet ismerni ezeket a kaukázusi országokat, a semmilyen túlzó, de mégiscsak egy nemzeti öntudattal. Nincs meg, tehát a kaukázusi országokban ilyesmiket viselnek. Azerbajdzsán, Örményország és jó. Grúzia, ez igen. A három országot egy kupacban. Ő a kaukázus. Igen. Tehát jó, akkor a Grúzia az is kaukázushoz tartozik. Kaukázushoz. Na, ott például vannak nagyon érdekes élmény igen. Volt, ugye ott erősen vallásos az egész ország. De muszlim? Nem. Nagyon keresztény. Egyébként ezt is most tudtam örmények. Meg. Most örmények? Most picit figyeljük, Grúziában vagyunk. Jó, igen, Grúziában vagyunk. Egyébként az egyik legkorábbi keresztény ország, tehát a 4. században már keresztény országgá felvették a vallást, és nagyon meglepett, hogy majdnem szinte olyan szigorral, ha nem szigorúban, mint egy muszlim országban, ha templomba mentünk, mindenhol kendőt kellett kötni. És tehát a keresztény templomban? Igen. Pravoszlávnak. Még mindig Grúziáról beszélünk. Laci, részes, felhatalmazlak, hogy Grúziában lévő azon, hogy tévedek, jó? Viszont ilyet még muszlim országban sem tapasztaltam, hogy a farmer nadrágra egy ilyen, kendőt egy ilyen szoknyaszerűséget kellett kötni, és kiküldenek a templomból, és ott
Tehát nagyon szigorú, tehát nem csak a muszlimoknál van ezek szerint ez a fajta szigorúság, hanem ennek pont ellentéte Azerbajdzsán, ami viszont sokkal liberálisabb muszlim állam létére. Egyrészt ugye alkoholt isznak, és mondjuk ott a csodálatos meccset nem messze egyébként az Eurovíziós Dalfesztivál központjától, a Bibi Heibet meccset, férfiak, nők vegyesen bemehetnek, nincsen elkülönítve, fotózni lehet, bármit lehet, tehát ezt nagyon-nagyon lazán kezelik. Gyerekek, de például Örményországban, most átléptünk Örményországba. Jaj, de jó, hogy mondtad Örményországot, mert én rosszul készültem most, akkor hadd valljam be, őszintén, hogy abban készültem, hogy a Novák Tatus is örmény, a Charles Aznavour is örmény volt, és ugye van ez ilyen Alex, aki most az örmény, és akartam ezzel villogni, és közben Grúziából kellett volna készülnöm, igen, viszont azt van. Tudom, Grúziáról bocsánatot kérek, hogy Josif Iszárionov és Sztálin, az grúz volt, ugye? Azért kérdezek, hogy itt van-e valamiféle, hogy mondjam, tisztelete, meg hagyományőrzés ezzel kapcsolatban, de akkor... Tehát csak annyit akartam, hogy Örményországban például a templomokban már nem követelik meg a kendőt, ott mindenki eldöntheti, hogy fölteszi, vagy sem. Ki van téve, de ha nem teszi föl valaki, akkor sincs semmi probléma. Pedig a harmadik századtól beszélünk ott kereszténységről, Örményországban, a legkorábbi keresztény ország, és mégis ott azt mondják, hogy majd ő eldönti, hogy fölteszi vagy sem, nem kötelező. Én megmondom őszintén, hogy templomokkal kapcsolatban, tehát én bármit felveszek egy templomban nagyon szívesen. Én azt utálom, amikor mondjuk ilyen forró köveken mezítláb kell menni, mert például a buddhista templomokban, hát van, ahol egy kilométert kell menni mezítláb ilyen 80 fokos köveken. Borzasztó. És jutka még mielőtt megszólalna egy technikai kérdés, hogy én ezt jól csinálom, hogy például a Lacit folyton megszakítom, meg ilyesmi, szóval jó, műsorvezetésileg. Ez hát mert csak kérdeztem, hogy ezt jól csinálom, hogy megszakítom. Ez egy könnyed beszélgetés, abban maradtunk. Igen, így van. Nem? Akkor szóval nem semmi kritika nincs. Szóljál mindig, hogyha kritika van, szóljál létszesen. Tehát ne csak a szemeddel, hanem szólj is létszesen. Szólni fogok. Most akartál valamit mondani. Már elfelejtettem. Annyira megijedtem, hogy... Akkor te jössz, parancsoljon el. De hát ő valamit kérdez tőlünk. Nem, hogy ő hogy látja ezt a hagyományőrzést tulajdonképpen. Az emberek újra keresnek valami, amiben tudnak hinni. Egyik ebbe hitték, most találtak, hogy és egyre több ember, és egyre több fiatal is, ami mondjuk Európára nem jellemző, hogy Európában inkább, főleg a Nyugat-Európában, hogy a templomok bezárják, a templomból csinálnak egy szállodát, vagy valami kellőtő központot. Oroszországban fordítva építenek új templomok, és egyre többet. Egy pár fontos dolog van például Moszkvában vagy Pétervárod, bár azt hiszem, hogy jelentősen megváltozott Pétervár, mert te is jártál nemrég Pétervárod, ugye? Még nem, csak készülök. Még csak készülsz? Ott is megy az élet, és ez az érdekes, hogy a szokmában is mi is sokszor azzal tapasztaltunk, hogy jönnek és kérdezik, hogy sajnos a tévében inkább negatívokat mutatnak. Ugye, és senki nem tudja, hogy ugyanúgy, mint a nyugaton, ott is fejlődik, ott is változnak, ott is mindent felújítanak, minden megy fölfelé, felújítanak a templomokat, felújítanak szállodák, minden, igen. Hát én azt hallottam, hogy de akkor Laci ezt erősíts meg, hogy például Moszkva, meg Petrográd, tehát Szentpétervárnak ugye, hogy olyan a belvárosa, hogy Párizs is megirigyelhetné. Hát annyira, hogy Szentpétervárt ugye 2003-ra, amikor 300 éves lett a város, teljesen felújították az összes látnivalót, sugárutakat, a Péterváron kívüli palotákat, tehát akár Petfodorec, Puskin, Pavlovszk, ugye ott a Konstantin palota út közben, ami egy nagy G8-as csúcsnak minden évben helyszínt ad, elképesztően gyönyörűek, és hát tudni kell, hogy ez... a világ legfontosabb 8 országa. Így van, ott rendezik mindig. Annak a vezetői ott találkoznak minden évben? Ugye nagyon jó, mert vízi kijárata is van. Oda bemehetek én, mint turista például? Lehet, igen, látogatható. Nyilván nem akkor, mikor a G8-akot van. Látogatható. Az mondjuk az egy kicsit, igen, ez kicsit szomorúvá tesz, de mindegy. Ennek a háttere sem nagyon bonyolult. Putyin ugye szentpétervári származású, tehát ő nagyon sok pénzt juttat a városba. Ennek, de fel is használják, tehát ez a jó, hogy ez látszik, ennek eredménye van. Csodálatosan szép Moszkva, egy 10 milliós metropolis. Tehát, csak azért, hogy amit Oleg elkezdett mondani, hogy meg Laci is, hogy felújítanak meg új dolgok. Hadd mondjak, hogy én 40 évvel ezelőtt voltam először Moszkvában. Hát igen, bevallom. És vannak ilyen emlékeim, hogy álltunk akkor még Gorki
utcának hívták. Igen. Ott volt egy nagyon híres cukrászda, és az orosz barátommal beálltunk a sorba, és szépen sort álltunk, és vártunk türelmesen arra, hogy majd egyszer csak bejutunk, és fagyizunk egyet. Most Moszkvában, hát lépten nyomon, kávéház, cukrászda, étterem, kafé, tehát tehát és tényleg, az árfekvés az milyen mondat? Hát nem olcsó. Most azért és meddig tart ez, mert valamiért fontos tudnom, nem tudjátok véletlenül? Hát, most egyelőre ez van, hogy stagnál sajnos, igen, nem javul. A rubl leesett az euróhoz képest, és most a Oroszország a magyar turisták számára nagyon kedvezőbb lett. Most nyugodtan, nem is beszélve a Grúziáról. Hát a Grúziában egyáltalán, szóval én is ezt tapasztaltam, hogy a Grúziában, aki oda utazik, aki ott van, nem is kell nézni az árakat. Nyugodtan a Tbilisi közepén bármelyik étterembe bejön az ember, és hogy van egy ilyen vicc, hogy most melyik szabály alapján választunk az ételeket, a bal kész szabály alapján, vagy a jobb kész szabály alapján. Mármint, hogy az árak, vagy a nevek. Igen, hogy a neveket zárjuk, és az árakat nézünk, hogy hát ez drága. És? Ott nyugodtan jobb kész szabály alapján lehet választani. Tehát, hogy az árakat tetszik. Letakarod, és egyik sem meglepő, az biztos. Igen. Te is azt mondd meg, hogy akkor vegyük, még itt két vagy három figurát kihagytunk, ez szintén egy matyoska, ugye azt akkor nem mondjuk most el újra. Ez ugye az van írva, hogy Azerbajdzsán, és egy ilyen igen. Nagyon érdekes műemlék van, azt Laci meg tudod nevezni nekem? Ez Baku óvárosa, tehát Bakunak azért nem olyan nagy az óvárosa, és ott az a, ha jól látom innen, akkor az a szűz torony ott elő, illetve mögötte az a szűk óvárosi rész. Tehát Bakunak inkább már a modern része az, ami ismertebb. És ez egy üzbék? Lehet üzbék, tadzsik, elég hasonlóak. Mondta egy üzbék. Az jól mondtam az üzbéket? Üzbék. Most már két jó válaszom volt, gyerekek. Komolyan mondom, most egyre büszkébb vagyok magamra. Mi az, ami különleges? Tehát mi az, amiért nekem mondjuk Kazaksztánba érdemes elmennem, vagy Üzbegisztánba érdemes elmennem? Az emberek szerintem most nem azért utaznak, hogy bepipálnak, hogy ott voltunk, itt voltunk. Szerintem az időszak már elmúlt. Amikor mindenki mehet, hogy hány templomot, hány UNESCO világ örökséget látnak, hogy nem, inkább most az élményért utaznak. Uh-huh. Hogy azért menjenek, hogy ott kopjanak valamit pluszba a lelkenek, hogy ott, és szerintem főleg ezek az országok olyanok, ahol ez kompletten megvan. Megvan nagyon finom, gyönyörű konyha. Még vannak gyönyörű szép tájak, mondjuk, hogy a Grúziáról beszélünk, ugye? Teljesen különleges konyha, gyönyörű szép tájak. Több ezer éves történelem. Olyan kolostorok, olyan templomok, ami több száz évesek. Na most ezek és ez adja élmény, amikor az ember bemegy egy gyergyéti kolostorba, ami 2000 méter magasságban, gyönyörű szép környezetben, és oda megy. És oda hogy kell felmenni, bocsánat, tehát gyalog kell felmenni, kell vagy dzsippekkel? Én most mentem dzsippel, hát aha. Nagy élmény volt. Szóval 2000 méter? 2300 tetején, ahol a Gergeti van, az már 2300, hát meg, hogy a gyönyörű csúcsok. Igen, akkor ott áll az ember, ez egy benyomás. Uh-huh. Ez az ember fog emlékezni évek óta. Uh-huh. Szóval az emberek már látok több templomot, több kolostor, de amikor ez így az égézve. És ott vannak a szerzetesek is? Tehát ezek ilyen aktív kolostor? Ott vannak a Kutaisi Melihai Bagráti kolostor, ott vannak a szerzetesek. És az az érdekes, és az a különleges, hogy amikor ott vagyunk, oda megyünk ezekbe a kolostorokba, a templomba, hogy sokszor rajtunk kívül ott nincs senki. Uh-huh. Ott nincs biztonsági őr. Nincsen egy ilyen kötél, hogy nem lehet oda menni. Igen. És akkor te ott egyedül vagy ott, hegyek közepén, egy gyönyörű kolostorban, és sokszor olyan érzés jut hozzád, hogy nem, én is egyszer voltam egy magyar csoporttal, kimentünk a kolostorból, és ott álltak két hölgy, és sírtak. És ezek ortodox? Ez ortodox kolostor. Arra vagyok kíváncsi, hogyha én kimegyek oda, és nekem megtetszik, és azt mondom az apátnak, hogy én szeretnék itt maradni szerzetes, akkor erre van esélyem? Nem. Például az Örmény apostoli egyházban csak születni lehet. Ja. Igen. Lehet gyakorolni a vallást, de oda csak születni lehet. Na de ez most nem Grúziában volt? Amiről most ti beszéltek, ez Grúziában volt. Jó, de hát nyilván itt, hát most olyat kérdezel, ami az mi nem akartunk volt? Ott. Ortodox. Ortodox.
Na, de most ott maradhatnék, vagy nem? Ez egy fontos kérdés nekem. Hát figyelj, utána nézzünk. Utána nézzünk. Felveszitek az úti ajánlataitok listájára, hogy aki szeretne szerzetesként ott. Mondd meg, hogy igen, hogy itt van egy érdeklődő, aki... Vagy az, hogy élményekről beszélünk, hogy amikor az ember eljut az Uzbekisztánba, a Bukhara belvárosába, amikor oda jutsz, és oda járkálsz ezeken a kocskörűs utcákban, és látsz is az emberek, akik ugyanúgy népi viseletben járnak nap, mint nap, olyan érzés, mint hogyha 500 évre visszamenőleg jutottál. De azt mondják, hogy Buhara például olyan, mint hogyha mondjuk Marokkóban egy kicsit olyan, vagy tehát, hogy ilyen nem nagyon... Ahhoz hasonlít. Nem, ez a mesés keletnek mesés még viszonylag érintetlenül maradt. Én nem voltam még... Sokkal zsúfoltam. Igen? Marokkó sokkal zajosabb, zsúfoltabb. Akkor... Buharában nekem pont ott van a víztározó a város közepén, gyönyörű medresz van mellette, egy gyönyörű kávézó. Mi az a medresz? Ahol régen a Koránt oktatták, tehát ezek oktatási célokra voltak ezek az épületek, és mellette van egy kávézó, egy fűzfa alatt, oda leül az ember, tényleg azt érzi, hogy megállt az idő, és ott iszogattunk, és így szabályosan azt érezzük, hogy töltődünk föl a nyugalomtól, a mosolygós emberektől, a finom ételektől, a finom italoktól. És mit iszogattatok? Vodkát, sört, ami... De üdítőket van, persze. Tehát Üzbegisztán is ugyanúgy, mint Azerbajdzsán, papíró muszlim ország, de ők is azért a volt szovjet időszakból a vodka fogyasztás az megmaradt. Tehát az alkoholfogyasztást azt tovább örökítették, azt szerintem nem bánják annyira. Egyébként nagyon finom és fillérekbe került, tehát étteremben nem poharanként rendeli az ember az italt, hanem üvegekkel, mert most nem viccelek, én 3 éve voltam, és nagyon elegáns, nagyon szép étteremben 1500 forint volt egy üveg vodka, és finom. Üzbegisztánnál én mindenkinek azt mondom, hogy itthon kifizet mindent előre, megérkezik, és nem tud 50 dollárt elkölteni egy hét alatt. Tehát egyszerűen napi 2-3-5... egy üveg vodkából ebből te mennyit tudsz elfogyasztani ott egy emlékezés alkalommal, hát hogy ez indiszkrét helyzet kérdése? Azokon a finom ételekkel lenne. Igen, egy jó plovval, ami ott a kertbe készül, hát az fenomenális. És tényleg olyan ízélmények vannak, ízorgia, hogy amellé csúszik. Vannak ilyen fesztiválok, meg ilyen utcai rendezvények, tehát hogyha vannak olyanok, és akkor oda megyek én a, nem tudom, Farmerban, meg Farmer Jackie-ben, szóval akkor meghívnak egy italra, és kedvesek, hogy külföldiek, és ha egy szót nem tudok, akkor is Akkor kézzel mutogatva, oroszul, ahogy ő tud, meg fog próbálkozni valahogy kommunikálni, és boldogan, szívesen látnak, leültetnek az asztalhoz. Üzbegisztánban ami a legjobb, hogy nincs tömegturizmus. Tehát pont ezért nem lehet Marokkóval összehasonlítani, a Marokkóban sokkal több turista van, Üzbegisztánban nincsen, pedig szerintem elképesztő csodák vannak. Nagyon-nagyon érdekes dolgokat lát az ember, és nagyon örülnek a turistának, ők még őszintén örülnek a turistának, nem játsszák meg. Aha. Na most figyelj, itt van ez a teve, ami visszahátán egy ilyen, nem tudom, hogy kilátót, vagy világító tornyot, vagy egy ilyen mecsetet visszahátán. Igen, igen, ez szintén egy medresz mellett egy ilyen minaret. Épület, igen. Már megint hibáztam, bocsánat, mert hát a magas az a minaret, ezt Egerből is kéne tudnom. Szóval ez a teve érdekel engem, hogy ott lehet tevegelni? Lehet. Van olyan túra például, hogy egyszerűen tevegelek? Mikor megyünk Buharából, Szamarkándba, pont akkor bemegy a csoport a sivatag középére, és akkor ott jurtakban olszunk, van tevegelés. Na most egy olyan dolog, ja tényleg ezt nem mondtuk el, ez a Kremlben van, ez a, vagy nem? Ez a Vaszili Blazsin. Ez a Vöröstér. Krem, egyik végében a Vaszili Blazsin, másikban a Történelmi Múzeum, ja, hát párhuzamosan a Gomáruház. De figyelj, ahogy rám néz, az ilyenkor egy... Jó, mert sokakat mellesleg ez egy picit csalóka, mert akinek nincs mondjuk helyismerete, Szentpéterváron is van egy hasonló. De most látom, hogy ez tényleg az nem a Vaszili Blazsin. Nem voltál Moszkvában? Nem. Sose? Sose voltam, én nem voltam. Mert egyszer mehettem volna ilyen úttörő táborba, és nem engedtek el, mert vízilabdáztam, és akkor mondom, inkább akkor nem menjek el, mert... Tehát megkért az edzőm, hogy nem menjek el. Említettétek itt, hogy meghívnának engem egy italra, és a többi, és a többi. Na most milyen nyelven tudnánk ott kommunikálni? Tehát, hogyha én mondjuk, nem tudom, angolul tudnék beszélni, akkor... A fiatalok közül nagyon-nagyon sokan beszélnek angolul, meglepően sokan.
az idősebbek, középkorosztály idősebbek, ők azért főleg oroszul. És az orosszal kapcsolatban ez nagyon érdekes, hogy azért kezd az orosz megint nagyon világnyelvé válni. Az én lányom az is oroszul tanul, Hágában például oroszul tanul az a neve a lányomnak, hogy Laura, a kisebbik lányomnak, és az a lényege a dolognak, hogy én azt hallottam, hogy ott kint is nagy az érdeklődés az orosz nyelvek, orosz nyelv iránt, és hogy vannak ilyen tanfolyamok is, hogy Oroszországban csinálnak ilyen tanfolyamokat a gyerekeknek, Moszkvában, fiataloknak. Állami egyetemen, nyáron lehet menni nyugodtan, lehet kollégiumban lakni, de mi mindenkinek azt ajánljuk, hogy családoknál lakjanak, mert erre is van lehetőség, mert az az igazi nyelvgyakorlás. És akkor még jobban családokkal együtt élnek, akkor igen. Akkor úgy beszélnek. Ugyanúgy, ahogy bárhol máshol a világban is működnek, Máltán az angol tanfolyamok, Szentpéterváron ugyanígy, vagy Moszkvában működik az orosz nyelvtanfolyam, persze. Uh-huh. Említetted ezt, hogy a kolostorokban ott nincs ilyen őrzés annyira, és hogy tényleg az ember akárhova mehet, és nem szólnak rá. De hogyha ezt a dolgot úgy megfordítom, hogy a biztonság maga milyen, mert kikapták a kezükből a dolgokat, arról nem beszélve, ugye, hogy most a párizsi futball Európa bajnokságban is olyan hihetetlen intézkedések kellenek, hogy nagyjából biztonságban érezzék magukat az emberek. Szóval, hogyha én elmegyek ezekre a helyekre, akkor a biztonságérzetem az milyen lehet? Teljesen nyugodt. Mind az összes országban, amelyekről most beszéltünk, én magam csoporttal, újságíró csoportokkal jártunk ezekben a városokban éjszakánként. Semmit nem éreztünk, nem is az, hogy nem történt semmi, de azt nem is éreztünk valami feszültséget. Nem is láttunk valami, hogy hívják attrakciót. Se Grúziában, se Azerbajdzsánban, se Örményországban, se Üzbekisztánban, se Oroszországban. Na most én azt hallottam, hogy annak idején Moszkvában az emeleteken, a szállodákban volt ez a gyezsúrnaja. Szóval, hogy mindegyik azt mondta el, hogy az ki volt az a gyezsúrnaja? Hát igazániból, hogy mi volt a funkciója, nem is tudjuk. Igen, csak minden szintén. Azért annál többen ellenőrzött, meg rászólt. Hát meséltek nekem srácok, akik voltak kint, hogy hát rájuk szólt, hogy most ide, meg oda kellett időben érni, meg ilyesmi. Akkor örömben, hogy minden szállodákon is próbáltak. És most van ilyen gyezsúrnaja a szállodákon? Recepciósok vannak. Tehát most már nincs ilyen, hogy ők ellenőrzik a vendéget, hanem a vendég. Egyébként egy városon belül, tehát mert régen én azt is hallottam, hogy aztán lehet jutka javíts ki, hogyha rosszak az információim, de hallottam, hogy nem lehetett mindenhova bemenni. Tehát, hogy mondjuk Moszkvában te bizonyos kerületekben nem mehettél el. Most már úgy van, hogy beülsz egy autóba és akárhova mehetsz? Ahogy mondom, minden városban, minden országban vannak olyan helyek, elnöki palota, mit tudom, parlamenti negyed, ahova nem engednek be, de ezen kívül mehetsz, ahova csak gondolod. Hát jó, dicsem ezbe éjjelkedt, akkor a parlamentben, szóval ez mondjuk ez egy természetes dolog. De viszont ha már az éjszakáról beszélünk, akkor az éjszakák azok hogy telhetnek ilyen városokban? Tehát mondjuk nem tudom, Bakutól Moszkváig. Ugyanolyan nyüzsgő éjszakai élet van bármelyikben, mint itthon Budapesten. Tehát aki itt mondjuk éjszaka felszáll a 4-es-6-osra, ott kint Tbilisziben ugyanezt látja, hogy szórakozó helyek vannak, rengeteg fiatal, akár Bakuban is, Bakuban elképesztő a sokkal nagyobb az éjszakai élet, de ugyanúgy Jerevánban is, tehát teljesen mindegy, hogy melyikről beszélünk. Hát mondjuk Szentpétervány, Nyeszki Prospekt, 8 sáv, fehér éjszakák, és éjfélkor világosban sétálnak az emberek az utcákon, tehát ez egy akkora élmény, hogy nem véletlen, hogy mindig a június-július a legnépszerűbb időpont egy szentpétervári utazáshoz, mert az emberek szeretnék ezt átérezni a helyiekkel, hogy az mégis milyen. Most nem jut eszembe egy ilyen vicc se, de voltak ilyen viccek, hogy a jereváni rádió jelenti, és hogy szóval mindent megfordítottak, most nem akarok valami rosszba belemenni, de nem jut eszembe, de az, hogy ez a jereváni rádió, ez most már ez a szellem megváltozott azért Jerevánban? Teljesen, hát ez, én tavaly voltam Örményországban is, Grúziában is, én nagyon-nagyon jól éreztem magam, nagyon, nagyon pozitív, ugyanúgy, mint Grúzia, tehát eléggé hasonlítanak egymásra, kicsit más irányba fejlődnek, azért a kaukázusi országoknál, ennél a háromnál, amiről most beszélünk, alapvetően meghatározza az ő életüket, hogy ki a nagy testvér. Ugye, mert Örményországnak ugye Oroszország a nagy testvér, Grúziának Amerika, Azerbajdzsánnak pedig nyilván, hiszen a nyelvük 95%-ban azonos Törökország. Uh-huh. És ez bizonyos szinten azért meghatároz sok mindent. Az arculatukat? Tehát Tbilisziben, ha egy amerikai Ford rendőrautóval találkozunk, az teljesen normális, tehát pont ezért. Uh-huh. Viszont például Örmény határa érünk oda olyan, mintha tényleg a régi Szovjetunióban jutottunk, olyan egyenruhájuk van a katonáknak, tehát ez bizonyos szempontból meghatározza.
Ha már ezt az autót említetted, akkor nagyon kíváncsi vagyok, hogy ugye itt ez a kaukázusi figura itt van, hogy a kaukázusi országokon például körbe lehet autózni, vagy autóbuszozni, vagy... Lehet. Most, és a buszos közlekedés azért a három országban, tehát pont most indul majd egy 13 napos utunk, ott Örményországban kezdenek, végigjárják egy örménybusszal, megérkeznek az örmény-grúz határhoz, átsétálnak, felszállnak egy grúzbuszba, a grúzbusszal megcsinálják Grúziát, megérkeznek az azeri határhoz, és átszállnak egy azeri buszba. És itt de autóval át lehet menni minden további nélkül. De egyébként nem javasoljuk. Aha, mert miért? Hát mert kicsit mások a vezetési szokások, és a tömegközlekedés, tehát az országok között érdemesebb repülni, vagy pedig egy ilyen körúton körbe menni a hármon, de azt inkább szervezett formában. Jutka, te nagyon nevettél, hogy mások a közlekedési szokások? Néhány nap volt ez a grúziai utazás, de egy jó minőségű busszal vittek bennünket, kis busszal vittek bennünket ide-oda, és azon nevettünk, hogy az egy duda vajon mit szól, mit jelent a kettő, a három, hogy záróvonalat minek festenek, ha úgy is. Szóval... De egy olyan élmény sincs, hogy na most életveszélyben éreztük volna magunkat. Akkor ezek szerint a rendőrök nem túl szigorúak arra felé. Hát ez is, hogy ott van, hogy 50-es sebességkorlátozás, 120-szal úgy mentünk el mellette, mint a húzat. Egyedül egy dolog volt, ami visszatartóan hatott, hogy a tehenek azok úgy szabadon kószálnak, jönnek, mennek az akármilyen országutakon. De hol, vidéken az országutakon? De a fővárosban hát is? Nem. Tbilisziben nem. Hát Tbilisi az egy nagyváros, de bárhova kimozdultunk, tehenek jöttek, mentek. Tehát mondtam, hogy valószínűleg itt is szent tehén a tehén, mert egyet se láttunk elütve. Azért, mert a Tbilisi dinamóról hallottam, de a Tbilisi tehénről arról nem. Most ha már említettük ezt, hogy Tbilisi dinamó, elég nehéz nekem ezt a Tbilisit kiejteni, de nem érdekes. Szóval ott a foci az még mindig ilyen fontos? Hát ez szerintem minden kaukázusi országban fontos, tehát nyilván az egyik legnépszerű sport. De ugyanúgy a nehéz atlétika is, tehát ez a súlyemelés, birkózás. Azért ez a birkózás, az a Kaukázusban egy hagyományos sport, tehát az ázsiai részen a birkózásnak nagyon ősi hagyományai vannak, úgyhogy ezek a nehéz atlétikai sportok, ezek szintén. És akkor még arról meséljetek nekem, hogy ugye itt ilyen különböző sporteseményeket rendeznek ezekben az országokban, tehát világbajnokságokat, tehát például birkózó világversenyeket, foci világversenyeket. Jégkorong világbajnokság Szentpéterváron, szóval olyan jól meg van szervezve a biztonság, hogy nem is kell ezzel foglalkozni. Eddig nem hallottam semmi ilyenről. Nem szabad, ami Nyugat-Európában történik, ezt nem szabad egy az egyben áthúzni keletre, tehát itt nem történnek ilyen dolgok. Zajlik az élet, mennek a csoportok, utasok, biztonságban érzik magukat mindenhol, úgyhogy itt nincs ok arra a pánikra, ami az embereken eluralkodik, ha most mondjuk... Hogyha én a kaukázusi országokban sétálok, és valami, tehát egyedül, nem a csoporttal, egyedül sétálok, és valamit nem találok, akkor én oda mehetek ott egy emberhez, hogy ne haragudj, segítsél, bárkihez, és mondjuk, ha és nyugodtan. Egy nőhöz is oda megyek, hogy segítsen, nyugodtan, hogy hogyan, tehát nincs ilyen, hogy akkor nincs. Valami bűnt követek el. Igen? Sőt, még közös fotót is fogunk kérni. Miért? Nem, most ezt komolyan mondom, tényleg. Igen, imádnak. Üzbegisztánban például nincs az, tehát nálunk már teljesen természetes, hogy mindenkinek okostelefonja van, plusz fényképezőgépe, plusz. És amikor én voltam, akkor 10 voltunk, abból 8-unknak volt nagy tükrösgépe, plusz mindenkinél okostelefon, és hát ugye fotózgattunk. Őnekik meg régi kis telefonjuk van, és hogyha elmegyünk egy látványossághoz, akkor le vannak tévén rettenetes kanapék, műpálma, szőrállat, és a családok ott fotózkodnak. Uh-huh. Mind a mai napig. Tehát, hogyha egy külföldi le akarja fotózni ott, ő lesz a világ legboldogabb embere, és megadja az e-mail címét, hogy akkor oda küldjük el neki. Na de akkor e-mail az van? Van. Rajta vannak. Azért ez dolgoznak, járnak iskolába, tehát... Na kapaszkodjatok meg, én egy nagyon nehéz kérdést akarok feltenni, mégpedig az, hogyha én még soha nem voltam egyik országban sem, amit emlegettetek. Mondjuk mondjátok el, amiket ti szívesen javasoltok, jó? És akkor mondjatok nekem úgy, hogy minden országban egy fél napot tudnék tölteni, tehát egy repülőgép engem letenne, 6 órát ott lennék, repülőgépen 6 órát ott lennék, akkor mit mondanátok, hogy mit nézek meg Tbilisitől, Szentpétervárig, Bakutól, akármeddig?
Ez nagyon kevés idő. Hat óra? Hát akkor legyen egy-egy nap. Egy nap. Kialkuttad egy nap, mondjon. Laci, ne legyél már ilyen dörzsölt üzletember, hát komolyan mondom, hogy nem, én nem akarok, én kaptam, szerintem, tegyük fel. Hogy... egy nap, akkor inkább ott Tbilisi. Mert akkor igen, ha oda érkezünk, belvárosban leülsz egy kávézóba, kóstolod a grúz ételeket, nézel a panoráma, ami ott van, ez élmény lesz. Akkor kialszol magam? Egy nap Oroszországra, Szentpétervára vagy Üzbekisztánra, az kevés, az semmi. Szóval Bakura elég az egy nap. Bakura egy nap elég. Igen, de bocsáss meg, nem is igazán jó. Tehát amikor az ember elutazik, én most 4 napot voltam, ez is nagyon kevés volt. Tehát olyankor szerintem az induljon el, aki hajlandó úgy tényleg átadni magát annak a világnak, annak a kultúrának, annak a gasztronómiának. Tehát ne egy ilyen gyors talpaló, ahogy Oleg az elején mondta, hogy kipipálom, hanem... Persze, hát most a magam nevében beszélek meg, mert én így szeretek utazni, hogy akkor úgy tényleg átadni magam annak a helynek, és nem csak egy ilyen felszínes trappoló. Külön országok lehetnek ilyen hosszú hétvégére, lehet mondjuk a Grúzia egy hosszú hétvége, 3-4 nap, Azerbajdzsán is lehet, hogy, de mondjuk a Szentpétervárás 3-4 nap alatt meg lehet nézni mindig. De Üzbekisztán az semmiképpen. Ha az ember elmegy Üzbekisztán, az minimum 9 nap kell, hogy a Hivát, Bukhara, Szamarkand, ha ott vagyunk, azot meg kell nézni. Hát ott őrült távolságok vannak, tehát azokat meg kell tenni. Kapok, tehát egy nap, tehát el kell képzelni egy nap, mindegy. Jó, akkor, hát Moszkvában biztos, egy... hogy a Vöröstér, a Kremlben, a templomok között sétálni, a környező utcában. Igen. Egy kávé Putyin elnök úrral nem lett egy kávé szóval. Minden lehet, minden. Én annyira van, rengeteg hasonlás van a Vöröstéren, úgyhogy akár Sztálinnal is lehet kávézni, ha ilyen a fényed, akkor nyugodtan. Leninnel is lehet. Leninnel nő, meg a Jápisukvám, és akkor azt mondanám, milyen jól tudok oroszul, és azt mondja, hogy adná egy ösztöndíjat. De Moszkvában is például olyan őrült távolságok vannak, akkor az a város, hogy ezt így épésszel nem tudjuk felfogni. Tehát amikor már ott van az ember, akkor látja, hogy például az a szálloda, amit mi szeretünk, az csak 8 megállóra van a Vöröstértől. De az fél óra, mert itt nem 1 perces megállók vannak, hanem 5 perc van a 2 megálló között. Úgyhogy mi ezt így, mikor itt panaszkodunk, hogy dugó van a körúton, hát akkor Moszkvában 2 órára megáll a sor, az teljesen normális. De bocsássatok meg, ez lehet ilyen idegenforgalmi cél, hogy egy marha nagy dugót megnézzünk, vagy valami hasonló? Nem, csak erre számítani kell, tehát Moszkvában metrózni kell, szigorúan. Nem lényegi kérdés, de a kedvenc pszichológusom a lelkemre kötött, hogy kérdezzem meg, hogy az éttermekben, tehát hogy a gasztronómiában egyrészt, hogy vannak-e valami olyan különleges elvárások, tehát hogy például valami amit csak kézzel illik enni, vagy valami olyat, ami mi esetleg nem tudnánk, a teákkal kapcsolatban mi a helyzet, és hogy lehet-e dohányozni az éttermekben ott, vagy ott is ugyanilyen szigorú, mint Oroszországban már megszigorították, tehát ott már nem. Tehát nem lehet dohányozni? Nem, most már szállodákban sem, ott egy, azt hiszem 2 éve vezették be, ott szigorítás akkor volt. Menjünk tovább. Grúziában nincs ilyen megkötés. Ott lehet nyugodtan. Van-e valamilyen az éttermekben, tehát amit ha csinálok, akkor az nem illik? Grúziában rendelünk manti, most hinkáli, grúzú, hinkáli. És azt hiszünk, az csak kézzel lehet ennyi, azt mert ez egy ilyen húsos hús derénye. Olyan, mint egy batyú. Mint egy batyú, egy ekkora batyú. Mint a pirog, akkor olyan. Nem, mint pelményi, csak nagy. Igen. Akkor egy ilyen tészta, amelyekben van egy fűt hús, és az kézzel, és az a lé, ami bent van, az meg kell inni. Mert hogyha kezdjük késsel, míg villal, akkor úgy fognak ránk nézni, igen, mint hogy... Igen, ezt én is megtapasztaltam. Az csak kézzel, és így szépen meg kell és enni. És másút van, ahol kézzel illik enni? Igazából mindenki úgy eszik, ahogy szeretne. Igen. Tehát nincsenek ilyen szabályok. Ez a hinkálés, ez praktikussági okokból, mert amiben ugye ez többféle töltelékkel van, krumpival, zöldséggel, hússal, sokféle, és az a finom lé, ami benne igen van, az ne vesszen kárba. Igen. Én annyira szeretem az arab éttermekben, van ilyen, meg talán az indiaiaknál is van ilyen, hogy bizonyos dolgokat kézzel esznek, és én annyira
annyira... Hát akkor te kézzel fogsz enni, ennyi. Hát mindegyik, ha ragadsz hozzá... Tehát nem hedonista vagyok, csak egyszerűen... Hát mindegyik országban ugye a saláták felszeletelve, uborka, mindenféle egyéb, ezeket külön hozzák hozzá, a koriándertől kezdve, a petrezselyben át, azt lehet kézzel csipegetni nyugodtan. Tehát azt a salátákhoz bátran. Azt én inkább nekem, azt javasolnám, bocsánat, aki mondjuk ebbe a régióba utazik, de akár Oroszországba is, hogy előtte fogyókúrázzon, hogy csináljon helyet. Nekem Grúziában, tehát egyszerűen már ez a zavarba ejtő trakta, tehát amikor hozták a pincérek mondjuk a 20. féle ételt, és már nem fért az asztalon, hanem így egymásra rakta, és akkor mondtam a mellettem ülő fiatal embernek, aki egyébként egy évig itt Budapesten élt, és mondom, figyelj ide, ha te eljönnél Magyarországra, és én adnék neked egy előételt, egy levest, meg jó esetben két második félét, akkor te rosszul éreznéd magad, vagy azt gondolnád, hogy szegényes, azt mondja, dehogy gondolnám, azt mondja, de hát ezek a grúzok, ezek nem normálisak. Miért olyan sokat adnak? Ott szégyen, ott nem lehet üres az asztal. Igen. Tehát ott lennie kell rajta. Kezdekem nagyon érdekelni Grúzia. Lovagolni lehet Grúziában egyébként? Lehet. Lovas túra is van. Igen, és... Szegény lovak különben, ezt csak úgy zárójel mondanám, de azért ettől függetlenül azért általában el szoktak bírni. A Jutkától nem kérdezem, mert ő gyerek még szinte, de hogy te talán emlékszel rá, hogy voltak olyan nyugat-európai utazások. Nekem egy-két barátom úgy utazott, hogy megtöltötte a csomagtartót ilyen konzervekkel, meg ilyenekkel. Akkor ezek szerint így a Kaukázusban, meg teljesen Oroszországban már nem nincs értelme vinni ilyeneket. Én vittem most is tartaliban, mondom, biztos, ami biztos kis műzli szeletet azért rakok be, meg egy kis kétszer sültet. És megmaradt. Úgy hoztam haza. Teljesen értelmetlen. Semmi. Ha most hall az ember olyanokat, hogy például Indiában volt egyik ismerősöm, és mondta, hogy végig nem ittak vizet a csapból, meg nem mertek mosakodni, stb. Itt van ilyen probléma? Lehet ilyen probléma? Hát ezt javasoljuk mi is, hogy azért a palackos vizet... Tehát, hogy a csapból, de mosakodni lehet a csapból, csak inni nem szabad. Tehát, hogy ne a jobb, hanem, mert ha más nem, akkor másféle baktériumok vannak ott. Egyszerűen máshoz szoktunk hozzá. Tehát a szentpéterváriak simán megisszák a csapvizet, mert ők azon nőttek föl, mi nem. Úgyhogy mi nem javasoljuk. Na, mondjuk lenne 3 napom, Laci. Na, már sokkal jobban hangzik. Erről már beszélhetünk. Akkor el tudnék menni akárhova. Na, most ne vedd az időfaktort, jó? Tehát az ne számítson, hogy mondjuk egyik az egy nappal odébb van, vagy valami, hanem 3 napra 4-5 olyan esemény vagy dolgot, amit nem mondsz, hogy mi van, hanem azt mond nekem, hogy én nekem csak az eseményeket mondd el észre, hogy mi az, amire te engem betolnál. Megérkezel szombaton hajnalban Kutaiszibe, és onnan elindul a program, Kutaiszibe, Bagrati és Zselati Kolostor, utána útközben Gori, ugye Sztálin szülőhelye, Sztálin múzeummal, utána Uprisztihe. Ezt akartam is kérdezni, akkor tehát a Sztálin múzeum az egy látogató hely? Ez látogatható, abszolút látogatható a múzeum. Én vagyok a műsorvezető, jól légy szíves, figyelem. És akkor utána Uprisztihe barlangváros. Most Sztálinnál tartottunk, igen, nehogy a jutva térjünk vissza, utána, igen. Csinálj utána a műsort, igen, figyelek, tehát Sztálin szülőhelye. Goriba Sztálin múzeum, ugye a szülőházával. A múzeum maga az nem egy olyan nagy, egy szép, amúgy szerintem ilyen kicsit olaszos stílusú épület, tehát szobor. Nem annyira van persze, nagy belül is, kívül is Sztálin szobrok különbözőek, egyébként van bent egy budapesti szabadságszobor is, ugye, amit a akkori kormánytól kapott ajándékba, tehát megnéztük a múzeumot, kint megnéztük a páncélvonatát, megnéztük a szülőházát, amit ugye ott őriznek, és utána elmegyünk Uprisztihébe, a barlangvárosba, és onnan pedig megérkezünk este Tbiliszibe, tehát már a fővárosba vagyunk. Következő nap Tbiliszi városnézés, egy napot rá kell szállni. Benyomsz innenet, komolyan mondom, igen, de nekem valami olyat mondja, hogy nem tudom, elmegyek nyúlra vadászni Teveháton, vagy valami ilyesmilyen van, vagy... Azt nem Grúziába. Azt nem Grúziába. De nem Grúziába, mehetünk, mondtam, hogy nincs utazási faktor. Vigy fel a Kazbek 5000 méteres csúcsára, az elég extrém. Az dobd le. Itt van, az dobd le. Az van a harmadik nap egyébként, hogy akkor onnan visszafelé már Kutaiszibe csorgunk le. Mondok, hogy amikor Bukharából, Szamarkándon megyünk, akkor ott állunk meg a sivatag közepén, egy este, ott hogyha júrták, ott hogyha saslikot fűznek nekünk, vagy a lagmán, az üzletleves. És az lehet, hogy például engem egy sátorban ott hagytok a sivatagba 10 ott napra, olszunk, hogy ott olszunk, úgy, mint tudod. Ott személyen sátrakban, és akkor a végtelen csillagos ég, ott saslikot fűznek, és egy kazák énekel 7 notát. És ilyen túlélő próba nem lehet, hogy mondjuk én 10 napig ott maradok a sivatagban, és akkor nem? Simán? És akkor
egyszerűen. És akkor interneteznék nektek, hogy Laci, gyere, mert folyó van a vizem, vagy ilyesmi. Na jó, az az igazság, hogy nem szívesen kérek több tanácsot a Lacitól, mert nem tudja így lehámozni a dolgokat, hanem mindig többet mond, sokat mond, úgyhogy ez nem, de ez a sivatagos dolog, ez nekem nagyon tetszik, hogy nyugalom lenne. Tehát azt csinálnám, hogy 10 napig, nem, 10 napig lennék a sivatagban, az milyen, hogy ilyen lehetőségem lenne, hogy mondjuk 10 napig lennék a sivatagban, egy sátorban, 10 napra elmennék a Kolostorba, és utána vissza, így élném az életemet, hogy 2 havonta, ugye 4 hét sivatag és 4 hét Kolostor, így felváltva. Üzbegisztánban nincs kolostor. Medresze. Ott el lehet menni Buharába, 40 lábas mecsetbe. Egyébként ott az imámmal kell beszélni, meghallja, hogy Magyarországról jön valaki nagyon boldog, kivillantja az összes ezüstfogát, és közli, hogy ő Szombathelyen volt még szovjet hadsereg tagjaként, elsorolja az összes magyar várost, ahol ő szolgált annak idején. Tud magyarul egy kicsit? Hát csak pár szót. De oroszul azt tud? Persze, persze. És ő lecserélte az egyenruháját egy kaftára, úgyhogy most ő az imám a buharai 40 lábas mecsetben. Hát az nem viccel, ez egy komoly dolog. Igen. Akkor ő ott a vallási vezető. Igen. Hát... Úgyhogy... Akkor félig a honfitársunk, hát itt abszolút, élte csomó imádja a magyarokat, nagyon-nagyon szereti őket. Hát akkor ezt felírjuk, jó? E-mailezek neki, és megmondom, hogy jövök. Hoztam egy fényképet is róla egyébként. Na, ez nagyon jó, akkor azt megmutatjuk a kedves nézőknek is. És szerintem akkor a buharai imám az egy jó apropó arra, hogy elbúcsúzunk, hogy közöljem, hogy lejárt a műsoridő, itt bejártuk a félvilágot. Körülbelül hány kilométert jártunk be így most így hirtelen ebben a mostani Párosan szépben? Hogy körülbelül egy ilyen 10-15 ezer. 10-15 körülbelül. De most azt mondja az Oleg, hogy 10-15 ezer, és utána azt mondja, hát vagy vitatkozz vele, vagy nem mondj semmit. Nem, hát most... nehéz összeadni, de körülbelül annyi. Na, de akkor ezzel a 15 ezeres végeredménnyel, jó? Ezzel búcsúzunk. Tehát úgy 15 ezer kilométert tudtunk egy képzeletben bejárni, és hát remélem, hogy a kedves nézők is élvezték ezt az utazást, annál is inkább, hiszen próbáltuk azért beszélgetés közben fényképekkel is illusztrálni, hogy végül is hol járunk, és mi az, amit éppen látunk, mi az, amiről beszélünk. Nagyon szépen megköszönöm először is Endre Juditnak, aztán Oleg Jermilovnak, és aztán pedig Márk Lászlónak, hogy itt voltatok. Remélem, hogy nem volt nagyon nehezetekre, nem esett nagyon nehezetekre ez, hogy engem így kalauzoltatok a kedves nézőkkel együtt. Hát igyekszem odafigyelni erre, és igyekszem, akkor megpróbálok valamilyen módon azért egy olyan úti célt, amit most itt említettetek, magamnak kijelölni, és tényleg nagyon érdekel ez a dolog. Megköszönöm a matrioskáknak is, hogy ilyen fegyelmezetten itt voltak, valamint a... Mindig elfelejtem... Azeri. Nem azeri, hanem a kaukázusi felejtve, gyerekek, valamint a kaukázusi kis figurának, hogy ilyen kedvesen itt asszisztáltak végig, és soha nem fogom most már lejteni, hogy ez a milyen? Vasili Blazseni. Ezt soha nem fogom most már elfelejteni. És nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek. Remélem, hogy önöknek is tetszett ez a mai kis túra. Ennyi volt már a Párosan szép. Viszontlátásra! We'll be right back.